Vélhetően egy önkormányzati képviselő sem gondolt arra, hogy 2022. decemberében a Mikulás kupán szurkolhat a kis versenyzőknek. Azt követően, hogy ősszel egy olyan szigorú takarékossági intézkedés csomagot fogadott el a hegyvidéki testület, amely a MOM sport nyitvatartását is korlátozta volna. Ám a drasztikus energiaár emelkedést látva az önkormányzat egy szakértői csoportot hozott létre, amely minden intézményben optimalizálta az energiafogyasztást. Ennek köszönhető, hogy az előzetes tervek ellenére a MOM sport télen is fogadhatta a vendégeket. Igaz ugyan, hogy vasárnaponként zárva volt a sportközpont, de a hét többi napján működött. Az enyhébb tavasz pedig új lehetőségeket kínál. Áprilistól ki fogjuk nyitni vasárnap, tehát teljes nyitvatartással fog működni a MOM sport úszoda és rendezvényközpont, és a héten pénteken kezdődik a külső medence feletti borításnak a leszedése, és tulajdonképpen akkor nyára egy nyitott strand jelleggel tudunk ismét üzemelni. Ez egy ilyen 7-10 napos leállás lesz itt a hét végétől számítva, de azt számoljuk, hogy a tavaszi szünet végére, tehát a húsvét után, akkor teljes erőbedobással nyitva vagyunk. A medencék ugyancsak áprilistól fogadják a hét minden napján a sportos hegyvidékieket, ám a rendezvények szervezésére is alkalmas sportcsarnokban az elmúlt hónapokban is nagy volt a forgalom. Tavasztól ebben csak annyi változás várható, hogy a 13.000 négyzetméteres sportpályát és füves udvart is bekapcsolják a vérkeringésbe. Az eddig megszokott rendezvényeken kívül új típusú rendezvények is helyet kapnak itt a MOM sport életében, amire mi rendkívül büszkék vagyunk. Az egyik ilyen nagy változás, hogy nagyon sok kültéri csapatépítő és sportnapot szervezünk különböző cégeknek itt a MOM sportban, és újra megjelennek a koncertek, stand-up comedic előadások itt a MOM sportban, úgyhogy az év hátról lévő részében ezekkel is fogunk találkozni. A főváros egyik legnépszerűbb uszodája és strandja mellett a hegyvidék legnépszerűbb úszásoktató bázisa, a Városmajori uszoda is új erőre kap tavasszal. Az elmúlt 3 hónapban bezárt intézmény ismét fogadja az úszásoktatásra érkező gyermekeket is. A március 27-től újra megnyitottuk az uszodát, és így az uszoda működést azt visszatettük a Városmajorba, és rengeteg óvoda, iskola, kötelező úszás is visszaköltözött a Városmajorba, rengeteg az érdeklődő, és már ma reggel is délelőtt folyamán nagyon sok gyermeket szállítottunk a Városmajori úszodába úszás foglalkoztatás címszó alatt. A hegyvidéki sportközpont vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a korábbi években országos népszerűségre szertett rendezvények idén sem maradnak el. Közülük az első hazai és külföldi élsportolókat is megmozgató verseny, az Előzd meg a fogaskerekűt, április 15-én várja a futókat, kerékpárosokat és a túrázókat.